Sziasztok! Ez az SX4-je. Kezdek, mégpedig azért, hogy elmondjam, már az előző videóban iszonyosban mondtam, hogy milyen hamar elkelnek ez az SX4-ek, és hogy gyakorlatilag föl kell iratkozni, hogy ilyen SX4-et akartok venni. Tehát nem kell keresgélni, mert egyszer föl kell iratkozni, és egy jót fognak nektek hozni a fiúk. Na de ezen kívül van más is, ami még fog következni, mégpedig fókuszoknak a tömkelege, úgyhogy ha a 3-as fókuszt akartok, akkor egyből 3 fog várni rátok, ezek még felkészítés alatt vannak, de az a lényeg, hogy lesznek, 1.6-os benzines és dízelekkel vannak ezek a fókuszok, szépen felszereltek, jó állapotúak, végig szervizeltek, műszaki ugyan még nincs rajtuk, ez folyamatban van, úgyhogy mindenféleképpen, ha ilyen fókuszokat akartok, akkor érdemes a fiúkat figyelni, hogy mikor kerülnek föl. És akkor lesz természetesen jazz is. Ez egy S1-es jazz, van ilyenről tesztem, természetesen fókuszokról is van teszt, azt is meg tudjátok nézni, de van erről a sport jazzről is, egy pirosról, na most ez egy ugyanilyen jó. Nagyon különleges, nagyon egyedi ez is, azt úgy gondolom, és hát ezek tudjuk, hogy milyen jó autók, és természetesen van egy GTI 4-es Golf is, ez is egy egyedi autó, nem tudom, hogy pontosan ezek az autók mikor lesznek eladóak, azért mondom, hogy érdemes a Korádókárnak a honlapját figyelni, hogy mikor kerülnek föl, vagy érdeklődni a fiúknál, hogy mikor lesz rajtuk műszaki, és akkor bármelyiket el lehet vinni. Mindegyik autó jó, és akkor még egy ilyen várományos lesz az a Charan, ez az első generációs Charan. Őszintén nem tudom, hogy ebben melyik motor van, de mindjárt megnézzük, hogy ez az, amire gondolok. Igen, ez egy automata Charan lesz, és ha jól emlékszem, akkor dízel. Nincs ugyan ráírva, most nem kérem el a kulcsát. Mindegy, ez az a lényeg, lesz az a dízel automata Charan is, úgyhogy erre is érdemes jelentkezni, ez is majd valamikor a héten megy műszakira, úgyhogy érdemes érdeklődni itt a srácoknak, hogy mikor lesz ez is elérhető. De ezeken kívül természetesen van még egy-néhány autó. Nem sok maradt el, ugye most a hónapban rengeteg autót elvitetek, nyilván ilyen nyaralás előtt mindenki orvaszárba veszi az autókat. Még mindig tart a roham, és azért is mondom, hogy jelentkezzetek be, hogy mit szeretnétek, hogy megmaradjon. Mert itt mindig jó autókat árulnak a srácok, úgyhogy érdemes akár a fókuszokra, akár a jazzre, a GTI Golfra, vagy akár erre a Charanra bejelentkezni. Aztán meglátjuk, természetesen ezenken kívül vannak még ugye különlegességek, még van ugye ez az Insight is, itt erre ezt is meg el tudjátok vinni. Van akkor itt ez a csodás 500-as kis Fiat, ami annyira hangulatos és annyira jó, majd erről is láttok egy bemutató videót, vagy ha nem, akkor menjetek föl és nézzétek meg. Ez is nagyon szép kis egyedi autó, és érdemes ezt is megvenni, mert tényleg csodás hangulata van, és nagyon szép állapotban van ő is. Hát már nem sok olyan autót tudok mutatni, ami igazából megmaradt így az előző hónapról. Ez a jó kis 2 literes fókusz van itt, ez mindenféleképpen erről is van bemutató videó, erről a fókuszról. Őt majd mindjárt megnézzük, a BMW-t. Ugye van még az Octavia, és még van egy Mondeo is, ezt is mindjárt megnézzük, tehát ezek vannak, ezek lesznek. No, hát akkor nézzétek a videókat, és figyeljétek, mert sorba jönnek majd ezek az autó bemutatók. Sorba. Sziasztok!